Hello, friends! Akkor folytassuk tovább ezt a lapozási problémás történetet. Először is nézzük azt, hogy ha mondjuk a továbbiakban ezt az n-t, azt k plusz 1-re állítjuk. Ez ugye azt jelenti, hogy a diszk az nagyobb, mint a cache, de csak egyetlen egyen nagyobb. Akkor mit tudunk elérni? Nyilván, ha már erre is kijön az, amit szeretnénk állítani, tehát például most ez ennél erre sincs jobb, fontos, determinisztikus online algoritmus, mint K-kompetitív. Ez az, amit most megpróbálunk megcsinálni, mint K-kompetitív. Ez lenne az állításunk. És nyilván ez azt jelenti, hogy ha csak az első k plusz egy elemét kérjük a disknek, akkor igazából az n az ennél már nagyobb is lehet, tehát hogyha az n az 100k, 1000k, 10000k, mindegy. Ez azt jelenti, hogy bármilyen algoritmusunk is van erre a lapozásra, már akkor is el tudjuk érni azt, hogy k-szor annyit fizessen, mint az optimum, ha csak az első k plusz egy lapot kérjük. Tehát ez itt azt mondja, hogy már a lehető legkisebb értelmes diszk méretre sincs túl jó algoritmusunk, determinisztikus, és ez most tényleg fontos lesz. Miért fontos? Azért, mert ha A egy determinisztikus algoritmus, A egy determinisztikus online algoritmus, akkor ez azt jelenti, hogy minden egyes emberre, mint huszra, tudunk mondani egy olyan inputot, amin ő nagyon sokat költ, konkrétan például m-et. Tehát azt mondom, hogy minden egyes m-re, ami mondjuk nagyobb, egyenlő, mint egyre, létezik egy olyan, hát mondjuk sigma m hosszú sorozat, input sorozat, melyre az algoritmust, hogyha futtatjuk a szigmán, az ugye kiad egy akciósorozatot, és ha ennek megnézzük a költségét, az ugye egyenlő m-mel. Egészen egyszerűen csak annyit kell kérni, annyit kell csinálni, hogy elég mindig csak azt kérni, aki éppen hiányzik a cache-ből. Elég mindig épp azt kérni. Tehát miután feltöltjük a cache-t, kérni, aki hiányzik. Mert ez egy determinisztikus algoritmus. És online, tehát semmi előnye nincs abból, hogy most tudja előre az input sorozatot, vagy nem. Tehát például ez ugye azt jelenti, hogy ha a k az 3, mondjuk, akkor lehet azt csinálni, hogy jó, az algoritmusom azt mondja, hogy a fut, hogy először is kérem az egyest. Hát jó, mondjuk az nem dob ki semmit, hiszen senki nincsen a cache-ben, lesz benne egy egyes. Aztán azt mondja, hogy jó, hát hiányzik a kettes, kérem azt, lesz belőle az egyes és a kettes benne a cache-ben. És ezek után azt mondom, hogy jó, hát kérem a hármas, mert az nincsen benne. Jó, hát kérem, 1, 2, 3. Cool. Ugye, ha a k az 3, az azt jelenti, hogy az n az 4, k plusz 1-el egyenlő, vagyis akkor van még egy opció, hát a 4-es az éppen nincsen benne, kérem a 4-est. Ez az, ahol az algoritmus dönt, hogy az 1-es, 2-es vagy 3-as dobja ki. Másik más algoritmusok más test más dobnak ki ezen a ponton. De hát ugye, ha csak ennyit látod, mit tudom, én dobja ki az egyest. Akkor benne van a 2, 3, 4. És ez az a pont, ahol azt mondja, hogy jó, hát erre a bizonyos ára egy rossz input. Most már tudjuk, hogy kezdődhet úgy, hogy 1, 2, 3, 4, és ezek után itt pont az egyes hiányzik. Hát, na hát micsoda véletlen, pont az egyest kérem. Az algoritmus most megint eldönti azt, hogy melyiket dobja ki. Hát teszem azt például most valamilyen úton, módon azt találja ki, hogy mi lenne, aki dobna a hármast, akkor itt ugye az 1, 2, 4 lesz a tartalma a cache-nek, mert kidobtuk a hármast, 2, 4, betesszük az 1-est, 1, 2, 4. És ezen a ponton a gonosz ellenfél, mert ez az, amit úgy hívnak, hogy adversary, aki minthogyha éppen runtime on the fly generálna egy rossz inputot, annak függvényében, hogy éppen hogy van az algoritmus, most ugye nyilván éppen a 3-ast fogja kérni, mert hát micsoda véletlen, pont az nincs itt. Hát ekkor az algoritmus mondjuk kidobja a 4-est, és akkor marad az 1-2-3.
Az ellenfél meg most ezen a ponton éppen a 4-est fogja kérni, és így tovább mindig meg lehet azt csinálni, hogy az aktuális konfigurációból éppen hiányzó lesz az, akit kérünk, és ha megnézzük, hogy mi történik, itt is fizet, 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 el tudja azt érni, hogy minden egyes lépésben fizet. És akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor ez az input, erre az algoritmus az 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4 lesz. Nyilván akármeddig folytathatjuk. És az is igaz, hogy ha hosszabb az inputunk, akkor is az algoritmus az elején pontosan ugyanezeket a lépéseket fogja csinálni, mert determinisztikus. És az itt fontos, hogy ezt az inputot én, ha előre megmondják, hogy milyen hosszú legyen, akkor olyan hosszan le tudom generálni, mert egyszerűen csak szimulálom az algoritmus, megnézem, melyiket tud neki, és pont azt kérem a következő lépésben. Ez így azt jelenti, hogy tehát tényleg ezen a szigmán az A költsége, M lesz. Minden M-re meg tudom hosszabbítani ezt az inputot úgy, hogy konkrétan M lesz neki a költsége. Innen kezdve már nem olyan nehéz a dolgunk, mert ha minden algoritmusra van olyan M hosszú input, és minden M-re, hogyha az M megy messzire, M megy végterembe, tudunk generálni egy olyan input sorozatot, amin M költsége van az algoritmusnak, akkor most már elég az belátni, hogy elég, hogy minden szigmára minden egyes inputra az optimum, hát az legfeljebb M per K. Körülbelül ezt fogjuk belátni, egy kicsit pontosítani kell majd rajta, de nagyjából ez lesz. Mert ez ugye mit mond? Ez azt mondja, hogy az algoritmus költsége M, az optimum meg legfeljebb M per K, akkor ez kihozza azt, hogy a kettőnek a hányadosa pedig az meg legalább K, a hányados. Az algoritmus per az optimum. Az meg legalább K lesz. Tehát ha ezt bebizonyítjuk, hogy az optimum az körülbelül M per K-ra le lehet hozni, minden egyes szigmára, az már bőven elég. És a mondás az, hogy az LFD algoritmus az pontosan ezt csinálja, csak futtassuk az LFD-t. Az előző videóból megismert Longest Forward Distance offline algoritmust. Futtassuk ezt az algoritmust, tehát például azt mondom, hogy ha mondjuk a K az 3, ezekben a példában általában a K-t az 3-ra szoktam venni, és azt mondom, hogy mondjuk az inputom legyen az 1, 2, 3, mondjuk 4, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, teszem azt, 1, 2, akár, ha ez a szigmánk, akkor a longest forward distance mit csinál? Először is azt csinálja, hogy kiindul az üres halmazból, utána hát nyilván az 1-es, a 2-es és a 3-as, tehát amíg ilyen különböző elemek jönnek, de maximum k-féle, 3-féle, ezeket be fogja olvasni, tehát lesz neki egy 3-as költség, amíg eljut addig, hogy betölti a cache-t teljesen, az 1-2-3-ig. Oké, most itt van. Most van az, hogy megkapta a 4-est, valamit ki kell dobnia, ezt eldönti, hogy mi az, amit ki kell dobnia. Az 1-est mikor látja legközelebb itt? Aztán a 3-ast mikor látja legközelebb itt? A 2-est mikor látja legközelebb itt? A 2-es lesz az, akit a legmesszebb fog legközelebb látni ebből a 3 bekesselt memóriából. Ezért mivel a 2-es lesz a legkésőbb kérve, ezt a 2-est fogja kidobni. Ezt a 4-est bekarikázom, hogy ezen a ponton volt egy cache missünk, ugye? Nem volt benne a cache-ben a kérlapunk, és akkor ezen a ponton a 2-es lesz az, akit kidobunk, és marad az 1-3-4-ünk. Ez nagyon jó, mert az 1-3-4 után, ha már ez van a tartalomban, akkor ez az 1-es rendben van, a 3-as rendben van, az 1-es rendben, ezek ugye le vannak cache-elve, és pont ez a 2-es, aki a legmesszebb van, ez fogja okozni a következő cache miss-t. És most itt mi van? Megnézzük az 1-est, mikor kérjük legközelebb, ha itt. A 3-ast, mikor kérjük legközelebb itt. A 4-est, mikor kérjük legközelebb itt. Ami azt jelenti, hogy a 3-as lesz majd az, akit kidobunk, mert a jelenlévő, a cache-ben jelenlévő elemek közül a 3-ast kérjük legkésőbb, akkor ez azt jelenti, hogy a 3-ast fogjuk kidobni, akkor, amikor a 2-est kérjük. És akkor marad nekünk az 1-2-4-ünk.
Most megint mi történik? Miután az 1-2-4-be beálltunk, azután a 4-es rendben van, az 1-es rendben van, a 2-es rendben van, és ez a 3-as lesz az, akit a legközelebb fogunk. Cash miss miatt. Elgondolkodni, hogy mégis ki legyen az, akit kérünk, és itt ezen a ponton megint elgondolkodunk rajta, hogy oké, az 1-est itt fogjuk kérni, a 2-est ilyen messze fogjuk kérni, a 4-es meg már rögtön először, a 2-es lesz az, akit a legkésőbb kérünk, ezért most azt dobjuk ki. Amikor a 3-as beolvassuk, akkor a 2-es lesz az, akit kidobunk, és lesz belőle egy 1-3-4-ünk. És ezen a ponton ugye megint az van, hogy az 4-es rendben van. Az 1-es rendben van, és a 2-es lesz az, akit legközelebb kérni fogunk. A 2-es. És aztán ezen a ponton, hát a 2-es, senkit nem fogunk kérni, megnézhetjük, hogy az 1-3-4 közül ki az, akit mikor kérünk, és amelyiket nem fogjuk kérni már semmikor, úgyhogy ilyenkor igazából mindegy, akár az 1-es is kidobhatjuk, és lesz belőle egy 2-3-4. Na, ennek a dolognak a költsége, ennek az egész sorozatnak a költsége az két komponensből áll. Először van az elején, amikor feltöltjük a cache-ünket, és utána van még egy, meg még egy, meg még egy, meg még egy. Ezt mondhatjuk úgy is, hogy ezt ilyen futamokra osztja. Ez az egész sorozat, az egész feldolgozási sorozat egy futamokra osztja az egész inputot. Ugye megjelöltem azt, hogy holokozott cache miss-t az éppen aktuális kérésünk. És egy ilyen futamnak a hossza, a kérdés az, hogy ez mennyi lehet. Ugye itt az elején valaki okozott egy szigma, okozott egy cache miss-t. Ez azt jelenti, hogy ő az, aki nincsen benne az aktuális cache tartalmunkban. Ugye mivel abból indultunk ki, hogy az n az k plusz 1, ezért ebből a halmazból éppen a szigma hiányzik. Ő az egyetlen, aki hiányzik ezen a ponton, mert különben más nem tud cache miss-t okozni, csak az az egy elem, aki éppen hiányzott. És ezért biztos, hogy ilyenkor a szigma az egyetlen, aki hiányzik, őt betesszük, és ki az, akit kidobunk, az, akit a legkésőbb látunk. Ez ugye azt jelenti, hogy ha itt most éppen a 2-est dobtuk ki, őt azért látjuk a legkésőbb, mert az összes elem közül, aki jelen pillanatban benne van a cache-ben, a szigma az nincsen benne a cache-ben, mindenki itt hamarabb már előfordul. Ez azt jelenti, hogy ha mindenki itt hamarabb már előfordul, hogy a cache-ben lévő k elem közül ő az utolsó, és k-1 féle elem az szerepel már ezen az intervallumon. Itt is ez volt, hogy a 4-est, amikor beolvastuk, akkor a 2-es volt itt, a maradék két elem, k-1 elem, az 1-es is, meg a 3-as is szerepelt ezen az intervallumon. Itt is ez volt, amikor a 3-ast dobtuk ki, és a 2-est olvastuk be, ez ugye két elem, a k-1, 3-1, a 4 különböző elemből, a 4-es, meg az 1-es, az már szerepelt ezen az intervallumon, sőt, ezen még a 2-es is éppen. Itt is ez volt, a 2-esen és a 3-ason kívül az összes többi elem, a 4-es meg az 1-es szerepelt ezen az intervallumon. Ez azt jelenti, hogy itt legalább k-1 féle elem szerepel, de mivel mindegyik csak egy helyen lehet, egy helyen csak egy elem lehet, ezért ennek az egésznek a hossza, ez itt, ez legalább k-1, és ha még hozzácsapjuk ezt a szigmát is, mert ő ugye nyilván nincsen benne eredetileg itt, tehát ezek között sem szerepel, a legértelemek között nem szerepel, tehát ez k-1 hosszú, minden esetre ez itt k-1 hosszú, ez még egy. El itt az elén összesen k hosszú volt minimum, ugye itt, hogyha én még egyszer kértem volna ezen a ponton teszem azt az 1-est, akkor is ez még mindig az elején a lódhoz tartozna, és akkor legalább k hosszú. És az azt jelenti, hogy a következő szegmens az is legalább k hosszú, mert ez a része k-1 hosszú minimum, és van még egy. Ez megint k hosszú, ez megint k hosszú, és hát itt van egy utolsó része, amelyik esetleg nem feltétlenül k hosszú. Ez ugye azt jelenti, hogy mennyit is fizetünk? Itt fizetünk k-t, itt ezen az egész szakaszon fizetünk egyet, itt ezen az egész szakaszon fizetünk egyet, itt ezen az egész szakaszon fizetünk egyet, és itt ezen az utolsó szakaszon is fizetünk egyet. Tehát ez azt jelenti, hogy az LFD-nek a kosztja, a költsége, ezen az egész történeten egyrészt van nekünk egy k-nk, plusz még az egész inputnak a hosszából, az m-ből, levonjuk ezt,
ami hát minimum k, mondjuk legyen pontosan k, osztva egy olyannal, hogy k, mert szakaszonként ugye k a költség, és ennek mondjuk vesszük a felső egész részét. Legfeljebb ennyi lehet a költsége az RFT-nek. Ami ugye azt jelenti, hogy az optimumnak is legfeljebb ennyi lehet a költsége. Tehát azt kaptuk, ezt most megpróbálom átmásolni, így. Még egyszer, ez a k, ez onnan jött, hogy az setup cost, amíg betelik a cache-ünk, utána van még, hát legalább, hát legfeljebb ennyi a, legfeljebb ennyi a maradék rész, osztva k-val, ez ugye a szakaszoknak a száma, ha a felső egész részét veszük, és szakaszonként egyet fizetünk ki. Ez akkor még egyszer azt jelenti, hogy ezek szerint az optimum költsége az minden egyes szigmára, ami m hosszú, az maximum k plusz m minusz k osztva k-val felső egész rész. Jó? Hát ezt ugye nyilván az, hogy a minusz k osztva k-val felső egész rész, ezt ugye úgy is mondhatjuk, hogy k minusz 1 plusz az m per k-nak a felső egész része. Maximum. Ez ugye azt jelenti, hogy az előzőleg generált rossz szigmára az algoritmus osztva az optimummal, az ugye, az optimumot ugyan nem tudjuk pontosan, de ha az optimumot növeljük, akkor az egész tört csökkenni fog. Tehát az algoritmus per optimum az legalább annyi, mint hogy az algoritmus költsége m volt. Ugye ez volt az, hogy minden lépésben a legrosszabb pont azt kértük, amelyik éppen nem volt benne, törve k-1 plusz m per k-val. Na most a k az egy konstans, az a cache-nek a mérete. És hogyha az m az megy végterembe, akkor ugye ez a tört tartani fog, hát az m-et meg az m per k fog nőni. Ha az m-et osztom m per k-val, akkor k-t fogok kapni, megvan ez az apró, ez olyan sokat nem azt nem szoroz akkor, hogyha elvisszük az m-et végterembe. És ez itt tartani fog k-hoz, hát alulról. Ez már mindjárt azt mondja, hogy a k-nál kisebb kompetitivitási hányados nem lehet, mert hogyha ennek az A algoritmusnak k-nál kisebb lenne a versenyképességi hányadosa, ez az impulzsorozat akkor is a k-ba tartana, tehát nagyobb számba tartana, mint a versenyképességi hányados, ami nem lehetséges. Mert ez ugye azt mondja, hogy már bármilyen algoritmusra el tudok érni, hogy majdnem k-szor annyit ki kell fizetnie, mint az optimum. Emiatt kiderül az, amit már belengedtem tételt, hogy emiatt nincs olyan determinisztikus, és ez megint egy nagyon fontos kulcsszó, nincs olyan determinisztikus online algoritmus, melynek akár n egyenlő k plusz 1-re is kisebb, mint k lenne a versenyképességi hányadosa. Tehát ez itt azt mondja, amit eddig kiszámoltunk, hogy már pedig ha valami k versenyképes alapozást és determinisztikus, akkor az már a determinisztikusok közül nagyon jónak számít. Egyébként kommentben ide írom azt, hogy az RFD egyébként az optimális offline algoritmus. Az mindig optimális. Ezt nem fogom bebizonyítani, mert nem számít. Ebből a történetből nekünk egy optimum, az optimumnak csak egy alsó korlátot kell tudni adnunk. Most az RFD adott egyet, ez egy felső korlátot, ez a felső korlátot, az RFD adott egy jó megoldást, most az ebből a szempontból abszolút irreleváns, hogy ez most éppen az optimum-e vagy nem. Ez már, hogy van egy jó megoldás, ami sokkal jobb, mint az online algoritmus által szolgáltatott, ez már ad a versenyképességre egy alsó korlátot. Felső korlátot meg, hogy adjunk ahhoz,
Nagyon sokára látni fogjuk, hogy az Optimumra is másmilyen vestéseket is lehet adni, szintén ilyen intervallum alapúakat, de az már majd a következő résznek lesz a tartalma. Egyelőre megelégszünk azzal, hogy a versenyképességre, a lehetséges versenyképességre adtunk egy korlátot, mi szerint a K alá menni képtelenség. A következő adásban megnézzük, hogy a least recently used és más egyéb úgynevezett marking algoritmusok tényleg el is érik ezt a K kompetitív viselkedést. Addig is, sziasztok!